Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Hőségriadó. Csütörtök éjfélig meghosszabbította és a legmagasabb szintűre emelte a hőségriadót az országos tiszti főorvos. Testületi ülés. A Vasvári úti óvoda tetőcseréje miatt módosítani kellett a költségvetést. Szentmise és koszorúzás. Kucsera Ferenc atya emléknapja alkalmából egyházi megemlékezést tartottak június 20-án, vasárnap. Csütörtök éjfélig meghosszabbította és a legmagasabb szintűre emelte a hőségriadót az országos tiszti főorvos. Kedd 0 órától 3 fokúra emelte és csütörtök éjfélig meghosszabbította a hőségriadót Müller Cecília, országos tiszti főorvos, írja mindezt az MTI. 3 fokú, azaz a legmagasabb hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a közép hőmérséklet 3 egymást követő nap átlépi a 27 Celsius fokot. Több déli és keleti megyékben piros figyelmeztetés érvényes a hőségre, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet a 29 fokot is meghaladja. Szentendre város önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésén többi között tárgyalta a Vasvári Pál tagóvoda tetőszerkezetének cseréjéről szóló előterjesztést is. Még 2020-ban született döntés arról, hogy minél előbb ki kell cserélni az intézmény tetőszerkezetét, mert azbeszt tartalma miatt egészségkárosító hatása lehet. A munkálatokra kiírt közbeszerzés második eljárása sikeres volt. A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése folyamatban van, áll az előterjesztésben. A kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó beszerzési eljárás szintén megtörtént. A felújítást az önkormányzat saját forrásból valósítja meg, ezért a 2021 évi költségvetést módosítani kell. Mindannyian ismerjük ennek az óvodának a tetőszerkezetét, hiszen közösségi médiában elég szépet futott ennek a története. Véletlenül hogy nem előkerültek olyan felvételek, fényképfelvételek, amik jelen tudásunk szerint csak és kizárólag az önkormányzatnál van meg. De hát ez már csak így szokott történni. De amit megígértünk, azt meg is tesszük. Megígértük, hogy ezt a tetőcserét ezt mindenféleképpen ebben az évben végrehajtjuk, ezt a szülőkkel is ott helyben, szülőértekezleten végigtárgyaltuk az óvodában dolgozó óvodapedagógusokkal, és természetesen Hajnal Szilvia, az óvodai központ vezetője elkészítette azt a tervet, hogy hogyan és miképpen lehet elhelyezni a építkezés ideje alatt a gyermekeket. Úgyhogy sikerült a mai napon aláírni a kivitelezővel a szerződést. Elkezdődik, ha jól tudom, ma meg is történt az a első bejárás a helyszínen a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel, úgyhogy elindul az óvoda tetőszerkezetének a cseréjére a konkrét ütemezés, amint megvan, hogy mikor tud kezdeni a kivitelező, természetesen tájékoztatjuk a szülőket, és folyamatosan tájékoztatjuk a beruházásról a szentendreieket is. Pilis Dániel alpolgármester elmondta, hogy folyamatosan méri az önkormányzat a szállópor koncentrátumot a levegőben. Megállapításuk alapján nincs szálló azbeszt rost a Vasvári óvoda levegőjében. Következő napirendi pontban a 11-es számú főút felújításával kapcsolatban az Egres utcai és Rózsa utcai csomópontok fejlesztése érdekében a település szerkezeti terv és a szabályozási terv módosításáról és a beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról tárgyalt a grémium. Erről is többször tárgyaltunk, több tájékoztatás is elhangzott, hiszen az önkormányzat maga is aktívan lépett, hiszen nem véletlenül rendeltük meg azt a forgalomszámlálást, és annak a forgalomszámlálás alapján az elkészített forgalommodellezést, amivel tudjuk segíteni, vagy tudtuk segíteni a mostani tervezést, amit a Magyar Közút rendelt meg.
A legújabb egyeztetéseken végigvettük csomópontról csomópontra ezeket a terveket. Pirisd Dániel alpolgármester úrnak, hogy megadom a szót, mert itt tényleg részletekbe menően lesz még javaslatunk, meg kiegészítésünk és kérésünk. De a lényeg, hogy most már látszik világosan a menetrend. A menetrendnek a egyik legfontosabb új információja, hogy körülbelül ez a felújítás, ez 15 hónapot fog igénybe venni. Tehát minden szentendreitől nagyon-nagyon sok türelmet fogunk kérni, és nem csak a szentendreiektől természetesen, hanem a szentendrei járásban élőktől, és a hozzánk látogatóktól is. A másik, hogy mostani a kiviteli terveket, ha minden a előzetes ütemezés szerint halad, akkor augusztus végére kiviteli tervek rendelkezésre fognak állni. Elindulhat ez ennek alapján a közbeszerzés kiírása, amit a Magyar Közút úgy prognosztizál, hogy ez szeptemberben történik meg. A közbeszerzés alapján a kivitelező kiválasztás az körülbelül novemberben, tehát 2021 ez év novemberében megvalósul. Az előzetes előkészítések természetesen akkor elindulnak. Télen nagy valószínűséggel, ha csak valami extra melegtelünk nem kezdődik el a beruházás. A Magyar Közút azt mondta, hogy a képviselői azt mondták, hogy 2022. március végén, április elején indulhat valószínűleg a tényleges felújítás, viszonylag nagyobb szakaszokra bontva, és ezeken a szakaszokon lehetőség szerint három sávot fognak tudni biztosítani, mégpedig váltakozva reggel Budapest felé két sáv, este hazafelé két sáv, tehát ez az alapállás. Az útépítési terv szerint itt egy új, a Rózsa utca felé balra kanyarodó sáv létesülne, emiatt a honvédség területéből egy kicsit többet kell igénybe venni. A honvédség hosszas egyeztetések után úgy tűnik, hogy hozzájárul ehhez, áll az előterjesztésben. Az Egres utcai csomópontnál egy közvetlen jobbra kikanyarodó sáv létesülne, viszont az útépítési engedély lejárt, újat kell kérni, ráadásul a 2017-es útépítési terveket módosította is a jelenlegi tervező, még egy kicsit szélesebbé téve a kanyarodó sávot. Ebben az esetben is szükséges a szabályozási vonal korrigálása a kisajátításra tervezett területnek megfelelően, ami ebben az esetben azért kisebb probléma, mert az érintett terület önkormányzati tulajdonban van. Az előterjesztést egyhangulag fogadta el a testület. Kucsera Ferenc atya emléknapja alkalmából egyházi megemlékezést tartottak június 20-án vasárnap. A Péter Pál templomban megtartott szentmise után megkoszorúzták a Kolpingház oldalán elhelyezett emléktáblát is. A keresztelő Szent János plébánia a hagyományokhoz híven idén is megemlékezett Kucsera Ferencről. A Péter Pál templomban megtartott szentmése után megkoszorúzták az emléktáblát is. Kucsera Ferenc 1915-ben került Szentendrére, mint segédlelkész. A hívek gyorsan megszerették, és megkülönböztető tisztelet övezte. De az atyának Szentendre város történetében kiemelkedő szerepe is volt. Kucsera Ferenc 1919. június 25-én halt vértanú halált, és előtte körülbelül 4 évet volt itt káplán. Ez volt az első káplán helye. Nem itt Magyarországon, hanem Bécsbe tanulta a teológiát, és hát a Felvidékről származik, Léváról. És hát akkor még persze nagy Magyarország volt, és hát úgy került a esztergomi egyházmegye kötelékébe. Az ő élete egy nagyon meghatározó valami volt, ahogy én a életrajzi megemlékezéseket, adatokat így a nagy ünnepre hát kutattam, úgy egy ténylegesen a ifjúságra, a gyerekekre nagy-nagy hatással volt, mindenki úgy elragadtatással beszélt. A kommunizmusnak egy ilyen fő gondolata volt, hogy az egyházat megszüntetni. Próbáltak beteljesíteni, és megfélemlíteni, meg elhallgattatni azokat,
az embereket, akik mondjuk hatással voltak másokra. Szentendrén 1919-ben az ellenforradalmárok szervezett összehangolt akcióval akartak fellépni a vörösök ellen, amelyre június 24-én kerítettek sort. A fegyveres támadás kezdetére egy előre megbeszélt harangszóval adtak jelet. Mivel Szentendrén a vörösök egy része is szervezett, ellenforradalmár volt, a megtorlásra Budapestről küldtek terrorkülönítményt. Bár Kucsera Ferenc nem vett részt a szervezkedésben, de a kerületi vörös parancsnok már felhívta a megbízott parancsnok figyelmét a káplánra, és így érte mentek először. Kucsera Ferenctől akarták megtudni, ki adta a jelet, ki harangozott. Ő ezt a vallomásában nem mondta el, az, hogy ki volt. Ő, és akkor kivitték a Dunapartra, és ott lelőtték, tehát kivégezték. Talán ez így röviden dióhéjba mondjuk a életének a története, persze hát sokkal több történt, de egy nagy hősként tisztelték. Ugye eleinte még nem lehetett, de amint a kommunt sikerült leverni, akkor hát nagy kultusza is kezdődött. Aztán megint visszajött a kommunizmus, és akkor megint csönd volt, akkor nem lehetett róla beszélni, de a rendszerváltás után akkor igen. György atya szerint Kucsera Ferenc tettei a 8 gyermekes köműves védelme miatt is megérdemelni a szenti avatást, az egyházi elismerést. A boldog avatással kapcsolatban ez nem egy könnyű ügymenet, mert össze kell szedni mindenféle dokumentumokat, írásos emlékeket. Most már szemtanúk nincsenek, ugye 102 évvel ezelőtt halt meg, tehát nincs olyan, aki itt Szentendén, aki hát most már megszólítható lett volna. De érdekes az, hogy amikor ide kerültem káplánként, akkor még sokan emlékeztek rá, idősek, és mesélték a saját élményüket. Összegyűjtöttem, illetve nem én, hanem segítettek nekem sokan, összegyűjtöttük minden fellelhető írásos emléket, meg tárgyi emlékeket is, és ezt a bíboros úrnak átadtam, és kérve az, hogyha úgy ítéli meg, akkor indítsa el a boldogavatás. Úgy mondják, hogy boldogavatás perét, mert ez tényleg egy tárgyalás folytatódik le. Egyértelműen azt mutatja, hogy tényleg egy szent életű valakiről van szó, aki még az életét is odaadta egy másik emberért, vagy egy családért. Én odaadtam a bíboros úrnak, befogadta, és hát ez egy hosszú évtizedek lesznek szerintem, amíg ez erre sor kerül. Nem biztos, hogy én megélem. Kucsera Ferenc vértanú halálának 100. évfordulója alkalmából elkészített film is György atya ötlete volt. A Tekintetek egy kis játékfilm, amely Kucsera Ferenc életének utolsó napját eleveníti fel. Szentendrén él a Halper család, akik nagy filmesek, tehát apáról fiúra öröklődött, sőt most már unokára is átöröklődött ez a film szeretete és készítése. És hát valaki megírta ennek a forgatókönyvét, ami nagyon jól sikerült. Ez egy rövid film, kb. 20 perces az egész, rövid játékfilm. Tulajdonképpen ezt az egyetlen egy estét mutatja be, amikor őt letartóztatják, illetve előtte, hogy tépelődik és imádkozik, és néha, hogy bevillannak ilyen régi emlékei. Most ez itt Szentendrén forgattuk, a plébániak a pincéjébe volt egy főforgatási jelenet, mert mondjuk mindegy az, hogy nem a zeneiskolában, hanem a plébániak a pincéjében történt ez, de nagyon sikeres volt. Olyannyira, hogy Vatikánban van egy ilyen keresztény filmeknek a fesztiválja, és erre benevezett ez a film, és 1600 résztvevő közül első díjat kapott, és azt hoztuk el. Fontos megemlékeznünk Kucsera Ferencről, hiszen tettei hősiesek voltak. A városi közös megemlékezést, koszorúzást június 25-én pénteken 11 órától tartják a Dunaparti emlékműnél.
A Szentendre Start eseménysorozat keretében több program mellett június 6-án délelőtt a Mank új műhely galériában kicsik és nagyok együtt alkottak Pemzlivel és a foglalkozást vezető művészettörténésszel. Hosszú szünet után a Szentendre Start program sorozattal nyitották meg kapuit Szentendre kulturális intézményei. Számos program mellett június 6-án délelőtt a Mank új műhely galéria a kicsiket és a nagyokat egyaránt alkotásra invitálta Pemzlivel és Füri Anna művészettörténésszel. Alapvetően ez a Kalandozás Pemzlivel című könyvhöz kapcsolódó foglalkozást igyekeztem készíteni, hiszen szeretnénk népszerűsíteni a benne lévő tartalmakat, ezért az elkészítendő tárgyakat is úgy igyekeztem kiválasztani, hogy Szentendréhez, de hogy az egyéb területekkel is összekössük az elkészítendő tárgyakat, úgyhogy a csigát, mint összekötő elemet használtam, hiszen nem olyan régen láttam itt idefele biciklizva a Duna ártéri részén ilyen lándártelemként a csigákat, és az is már maga Szentendréhez kapcsolódik, illetve a lépcsőkön keresztül a csigavonalakig szintén van egyfajta ilyen összekapcsolódás ezek között, úgyhogy mindenféleképpen ez volt az elsődleges, amit amúgy kisgyermekek is el tudnak készíteni, de a nagyoknak is izgalmas lehet. A foglalkozást és a könyvet elsősorban az általános iskola alsó tagozat és az 5.-6. osztályos korosztályú gyermekek részére ajánlják. Nagy mértékű eszköz használatot nem igényelt a kreatív foglalkozás, főként ollóval, papírral és ceruzával alkottak az érdeklődők. Rengeteg színes papír, kréta, filccel rendelkezésre, mindenki kiválaszthatja, hogy milyen motívumokkal dolgozzon, saját maga is elkészítheti, de akár az instrukciómat is alkalmazhatja, és ahogy az előbb is láthattátok, már alapvetően a gyerekek is könnyedén el tudták készíteni. Az, hogy most kisebbek, nagyobbak, nyilván az olló használat, meg a technikai nehézségek azok adódhatnak, de ezt leszámítva könnyedén elkészíthető. A MAN kommunikációs vezetője felelevenítette az interaktív gyermekkiadvány megszületését és annak tartalmát. Lassan most már egy éve jelent meg ez a foglalkoztató kiadvány, amelyet kifejezetten gyerekeknek készítettünk el. Olyan sok művészetpedagógiai foglalkozást, programot tartottunk már, hogy úgy éreztük, hogy ezt a rengeteg tapasztalatot, ezt most már illik talán egy ilyen kiadványban is összegezni. Ebben Pemzlivel ismerkedhetünk meg, ő a mi főhősünk, ő egy ilyen cserfes művészetrajongó, aki a fiatalokat végigvezeti Magyarországon, és közben ismeretterjesztő információkat csepegtet, miközben a Magyarország művészetét is bemutatja. Különböző kortárs képzőművészeti alkotásokat ismerhetünk meg ebből, és olyan információkat is, hogy éppen a művész miért olyan szint használ, milyen árnyék technikát alkalmaz, stb. Stb. És aztán amit megismerünk, amilyen technikákat megismerünk a különböző alkotásokat végigtekintve, azokat próbálgathatjuk ki magában a kiadványban, hiszen olyan papírlapokat fűztünk ebbe a foglalkoztató füzetbe, amiből vágni lehet, amiben rajzolni, amiben festeni lehet, úgyhogy egy komplett foglalkoztató programot nyújtunk tulajdonképpen ezzel a kiadvánnyal. Takács Erzsébet azt is elárulta, hogy hol szerezhető be a kiadvány. A kiadvány 3000 forintért kapható, a MANK galériáiban például, itt Szentendrén, de egyébként a Lira könyvesboltjaiban is meg lehet vásárolni, és meg igyekszünk minél több könyvesboltba is eljuttatni. A könyv Magyarország különböző városait, tájait, természetét és művészetét mutatja be. Bármelyik városhoz kapcsolódóan, illetve nem csak városokhoz, hanem folyókhoz, nagy vizeinkhez is kapcsolódnak a különböző fejezetek. Így például a Dunához érkezik meg Pemzli, ahol több város, például Budapest, de Szentendre is benne található ebben a kiadványban. Elérkezünk Szentendréhez, ami azért is izgalmas, mert egy festőművész nőt mutatunk be ebben a fejezetben. Modok Mária egyik munkáját lehet megismerni, az ő művészetét, és aztán Szentendréhez kapcsolódó verset is olvashatnak a legfiatalabbak, és a szüleik is természetesen, hiszen egyébként egy fontos
momentuma a kiadványnak, hogy az egyes képzőművészeti alkotásokhoz irodalmi szövegeket is válogattunk. Itt például hát Szentendre kapcsán a lépcsők, például ami eszünkbe jut, a lépcsőkről olvashatunk egy verset, és hasonlóan egyébként minden fejezetnél összefügg minden mindennel, és a képzőművészet ez irodalom, ahhoz foglalkoztató program kapcsolódik, úgyhogy igazából ez nem csak a gyerekeknek, én azt hiszem, hogy a szülőknek is egy izgalmas elfoglaltság, egy izgalmas program. Imád rajzolni, ő reggeltől estig rajzol, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ide jövünk most erre a foglalkozásra, vagy nagyon örültünk, hogy van itt Szentendrén lehetőség erre, hogy, hogy különböző kis képzőművészeti kedvet. És mikor fogunk festeni? Hát itt most krétával festettünk, meg ceruzával festettünk, meg vágtunk ki ollóval dolgokat, meg láttuk ezt a nagyon jó kis kalandozás, pemzővel foglalkoztató füzetet, amit majd mindenképp meg fogunk vásárolni. Benne van egy kocsi. Hol van a kocsi? Mutasd meg. Nem látod. De te tudod, hogy hol van? Hol van? Ott van egy autó. A MANK izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja az érdeklődőket egész nyáron. Júniusban és júliusban festőműhely foglalkozást tartanak. A szentendrei régi művésztelep alkotóival együtt a helyi művészeti hagyományokat elevenítik fel a résztvevők a festészet és rajztechnikákkal. Június 26-án a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos esemény keretein belül pedig művészeti foglalkozásokkal, tárlatvezetéssel és filmvetítéssel várnak mindenkit. Végül a várható időjárásról. Szerdán tűzű napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék sehol sem valószínű. Többfelé élénk lehet a légmozgás, a hajnal a legtöbb helyen már nem hoz felfrissülést, délutára pedig 33 és 39 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Csütörtök évfélig meghosszabbította és a legmagasabb szintűre emelte a hőségriadót az országos tiszti főorvos. A 11-es számú főút felújításával kapcsolatban az Egres utcai és Rózsa utcai csomópontok fejlesztése érdekében a település szerkezeti terv és a szabályozási terv módosításáról és a beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról döntött a képviselőtestület. Kucsera Ferenc atya emléknapja alkalmából egyházi megemlékezést tartottak június 20-án, vasárnap. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!